Azt gondolom, a legfontosabb most, hogy győzni tudtunk. Nem számít, ki szerzi a gólt. Mindig különleges érzés, ha sikerül egy fontos mérkőzést kapott gól nélkül lejátszani. Nekem védőként és az egész védősor szemszögéből örömteli. Persze, rendszerint ez a tervünk, de nem mindig jön össze. Ma sikerült, és sokat dolgoztunk érte. Az meg külön haba tortán, ha az ellenfél kapujánál is eredményes tudsz lenni. Ilyen kiemelt mérkőzésen, mint a Ferencváros elleni, pedig tényleg nagy örömöt jelent. Ez így egy jól sikerült szezon kezdett. Szerettünk volna győzelemmel kezdeni, felkapaszkodni a Ferencváros és a Kisvárda nyakára. Ez volt a célunk, hogy harcban legyünk a legjobb pozíciókért a tabellán. Továbbra is ezért fogunk küzdeni. Mérkőzésről mérkőzésre szeretnénk tartani a céljainkat, és mindig a győzelmet tartani a szemünk előtt.

az első félidőben jobbak voltunk, azt gondolom, többet volt nálunk a labda, jobban mozogtunk, jobb döntéseket hoztunk, a megfelelő szituációkban nagyobb nyomás alá tudtuk helyezni az ellenfelet. A második félidőben visszaesett a játékunk, de küzdöttük. Nagyszerű volt, ahogy segítettük egymást. Nem a legjobb színvonalon futballoztunk, de összetartóak voltunk. Ez vezetett a sikerhez.